Ez már egy újfajta légszűrőház, ebben nincsen olaj. Ugye ez már modern, nem úgy, mint az 56-os Buikon. Ugye ez egy 57-es Fairlane, látszik benne a papírszűrő. Ez egy nagy újítás volt ebben a évben. És majdnem kétkezes megoldás. Akkor látszik, ott lakik a... Ott lakik a, az elosztó. Ezt is itt jó bebugyoláltam, ugye, mert itt tenni van a kipufogó. Úgyhogy akkor ezzel kezdjük, hogy ezt itt szétszedjük. És aztán le fogom húzogatni ezeket a kábeleket. Látszik egy-két gyors javítás az útról, mikor hozzáért a kipufogóhoz és elolvadt. De valamiért még most is működik, ezen is van egy pár, ezért ezt bebújoláltam ebbe a hőszigetelőbe. Most itt van egy, látszik, hogy a szép új minden benne. Ez is most egy jó véletlenül. De jön föl az olaj benne, meg ilyesmi. Na mindegy, szóval ez ki lesz ebbe belőle. De itt van egy kis probléma. Ez a, ugye a trafóba van egy kis okosság. Szóval a trafó, ugye ennek két fele van. Az egyiken bejön a 12 volt, a második pedig rá van kötve a megszakítóra, és akkor az, mikor a megszakító földet kap, akkor ugye ez kijön a szikra rajta itt a fő kábelen. Aztán az öreg autóknál, a Fordoknál főleg, ha ilyen vastag a bejövő kábel van, ez magában ez egy resistor, vagyis ellenállás. És ez az ellenállás az azért van, hogy lecsökkentse a voltot, amit ez a trafó kap. Tehát itt nem kéne, hogy 12 volt legyen, hanem általában lehet, hogy csak 3 vagy 2 volt van, néha 6 volt van. De és hogyha ez nincsen benne, akkor a megszakító nagyon gyakran tönkre megy. Az két eset van, vagy egy ilyen kerámia házas valami van ide föltéve, és akkor van a két része, amire egyik bejön, másik kimegy, és közben lecsökkenti a voltot, ahogy gondolja, vagy pedig ebbe a kábelbe van beleépítve, tehát ha ilyen vastag kábelt látunk, ebbe a kábelbe van beleépítve ez a csökkentő ellenállás. És ezzel az a baj, hogyha én belerakom az elektromos gyújtást, az elektromos gyújtásba annak 12 volt kell. 12 volt kell pozitív, és 12 volt kell a földelésről, ugye a kaszniról, vagy pedig a motornak a testéről. Tehát, hogyha ezt rátenném, akkor az egyből megölné, vagy pedig nem működne az elektromos gyújtás, és én most ezt kikevenem, nekem egyébként volt raktáron a 64-es a pick-uphoz, ami ott piros likta, meg nincs készen, és akkor azt kivettem, és ebbe beleraktam, mert hosszú útra az kellett. Úgyhogy most kiveszem, azt visszarakom a dobozába, a szép kis Motorcraft dobozába, és aztán elrakom, hogy a piros pick-up-ra beletegyem, de lehet, hogy abban is rakok egy ilyen elektromos gyújtást, hogy ne kelljen a megszakítóval mindig problémázni. Úgyhogy majd azt még eldöntöm, de az a lényeg, hogy ezt erre nagyon kell figyelni, hogy ha megszakítót használ az ember, akkor legyen rajta ilyen ellenállás, ami lecsökkenti a voltot, ha pedig volt rajta ilyen, és elektromos gyújtást rakja az ember, akkor az viszont annak 12 volt kell, és hogyha ezt rajta hagyjuk, akkor ott gond van. Úgyhogy most még ki kell találnom, hogy melyik henger, annak mi a neve. Általában beszívó csonkokon vannak ilyen nevek, de sajnos az én beszívó csonkom elég csúnyán néz ki, hogy sokat használtam ezt az autót. Úgyhogy ezen látszik egy hármas itt. Úgyhogy az a hármas henger, utána itt van egy ötös, de hogy ez mire, itt van egy egyes, aztán a másik oldalon vannak még, ezt valószínűleg előveszem a könyvet hozzá, majd itt is van egy 5-6-7, tehát 5-6-7-8, és akkor ezek szerint az 5-6-7-8, akkor egy előről megy hátrafelé a számozás, minden autón másképp van ez. Úgyhogy, és akkor itt van az 1, 2, 3, 4, tehát így vannak 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, akkor megvan. És a telefonszám az itt van ugye a gyújtási sorrend. Ott van. Ott van benne írva, úgyhogy majd azt szegénykém már egy kicsit megfőzte magát, mert itten lejött ez a festék, ezt talán 12-14 éve festettem le, úgyhogy azóta csak használom. De nagyon jó kis autó, nagyon szeretem. Úgyhogy mostan mindjárt csinálok egy rajzot, hogy melyik hova megy, és megtaláljuk, hol van a jel, és hogy hol van az egyes hengernek a kábelja, és akkor jelre rakjuk a motort. Mert ugye lehet 180 fokkal elfoglalva, lehet jelen a motor a főtengelyen, de akkor ez a elosztóba, ez a rotor, ez nem az egyes hengerre fog mutatni, hanem 180 fokkal odé van. Szóval megkeressük, ez az egyes, ugye ezek szerint ez a legelső, ez lesz az egyes, ez az egyes henger, úgyhogy azt addig tekerjük, amíg nincsen jelen ott lent az autó, és itt fönt ez a rotor nem mutat az egyes hengernek a pipa végére. Úgyhogy ezt fogom most mindjárt tekergetni. Szóval mivel ez itt egy szakműhely, és azt mondja a mondás, hogy javítasson szakműhelyben, nem érheti meglepetés. Itt van a könyvtáram az összes autómhoz. Úgyhogy most azt megnézzük, hogy a gyújtás hogy van ezen a 57-es Fordon. Úgyhogy itt van az eredeti könyv hozzá. Úgyhogy megnézzük mindjárt a gyújtást, hogy hogy működik rajta. Úgyhogy clutch hoses, carburetor, cooling system. Azt hiszem, hogy túlmentem rajta. De majd megnézem a gyújtási sorrendet, hogy biztos jó legyen. És akkor ez alapján be tudom állítani, be tudom rakni a gyertyákat a következőbe. Be tudom adni a gyertyákat a kocsiba magába. Na, már itt van mindjárt a töltés. A fék. Itt van a szervópumpa rész. Itt van ez a nyavajás kép, ahogy mutatja, hogy hogyan volt ez rajta azelőtt. Hát most nem így lesz. Úgyhogy... Na, az mindig érdekes dolgokat találok ebbe a könyvbe. Akkor így lapozgatom. Igen, tudom, hogy olvasni is kéne, de... Mindegy, itt van ignition fuel. Na, ez az. Hát ez most megrögtem balra pamplet belőle. Cooling system. Na mindegy, majd megtalálom. Na megtaláltam, úgyhogy itt most elektromos órát tartunk. Azt akarom megmutatni ezzel, hogy látszik ugye ott van a gyújtás elosztó. Ott a gyertya, az elosztó, itt az a kábel jön be ugye a pozitívra. Na most a pozitív az egy érdekes dolog, mert van benne ez a ballast resistor, ez az ellenállás itt, ami ugye az a kerámia házas megoldás van, vagy van, amelyik a kábelben van benne, és akkor az ugye ez a gyújtás kulcs, és a gyújtás kulcskor lejön a kábel ide, erre a kerámia házra. Az lecsökkenti a gyújtás, és akkor oda belemegy. Na, de itt van egy másik vezeték, ami lejön erre az indító a relére. És az indító relének van egy ilyen S oldala, meg egy I oldala. Tehát az I betűről az ignition, vagyis pedig a gyújtásnak a jele, és az azt jelenti, hogy amikor az autó indít, akkor nagyobb szikrára van szükség. Akkor nem akarjuk ezt a ballast resistort használni, hanem azt akarjuk, hogy tiszta 12 volt menjen rá erre a trafóra, kérdés nélkül, hogy a hidegbe jön, hogy nagyon iszonyatos jó lószikrát adjon neki. És akkor az I betűről, ez egy, amikor behúz ez a relé, ugye az indító relé, ami az önindítónak a nagy vezetéke, ide mennek rá a két oldalra, akkor ez az I betűnél, a gyújtás részénél, ez itt lemegy, és adja neki a teljes 12 voltot, nem pedig a gyújtás kapcsolón átmenő, csak az kevés, kicsikek és kevés a lecsökkentett voltot. És akkor, amikor az indítás folyik, akkor ez teljes 12 voltot kap a trafó. Amikor elindult a motor, ugye akkor ez a relé visszamegy, akkor ez itt kikapcsol, akkor ezen nem jön semmilyen áram, ugye. Úgyhogy itt látszik ugye az akkumulátornak a pozitívja, meg a negatívja.
és az meg rámegy oda, és akkor innen jön majd le az önindítónak a kábelje, de ezt már nem mutatják, mert ugye ez csak a gyújtásnak az ábrája. És akkor ugye látszik, hogy ez a gyújtás pozitív, és akkor innen szintén jön a pozitív ugye be a gyújtás kapcsolóba, és akkor amikor elfordítom a kulcsot, hogy indítsunk, akkor itt ez kijön, erre felé jön a 12, ha gyújtásra teszem, akkor itt jön a 12 volt, és amikor elkezd indítani és behúz, akkor ezen is jön egy 12 volt. Csak ugye itt ez itt leveszi az áramot rajta, amikor megy a motor, néha 3 voltra, néha 2-re, néha 6-ra, ahogy érzi. Ez a kis, úgy hívják angolul, hogy ballast resistor, de szerintem azt ellenállásnak hívják magyarul. És aztán ugye itt, amikor jön a szikla, akkor kimegy a közepére, és akkor az el van osztva a megfelelő a gyertyákhoz, és akkor ugye itt éppen ezt mutatják, hogy na, ehhez a gyertyához elmegy itten. És akkor most azt kell megtalálnom, hogy a sorrend ugye hogy van itt van, hát ezt kell kitalálnom, hogy ezt hogy kell összeraknom, hogy biztosan jó legyen. Látszik ugye, hogy ezek a gyertyák, amit én beleraktam, gyertyakábelt, az fölül ment el, és itt van a kipufogó csonk, az fölül van, tehát ezt úgy akarják, hogy így jöjjön el, és akkor így menjen át, hogy majd megpróbálom így elrendezni a gyertyakábeleket, hogy pontosan jó legyen, mint hogy itt mutatták. Ezen kívül itt mutatja a jelet, hogy hol kell a jelen lennie a főtengely, ez a főtengely ballast resistor, vagy nem tudom, ballast, hát keverednek a szavak a fejembe. Szóval a főtengelynek a púliában van egy ilyen jel, és ott kilóg ez a nyomolyás, és majd oda kell raknom. Itt is van, mutatja, hogy oda kell jelre rakni. Itt mutatja, hogy melyik van előre, hogy 6 fokra van előtte, vagy 3 fokra van előtte, hogy a tetején legyen a top dead center, tehát az a felső holdpontja a motornak. És akkor utána itt mutatják, hogy kell beállítani a megszakítókat, ugye amiket én nem fogok csinálni, meg van benne egy-két ilyen rugó, meg ilyesmi, amit be lehet mutatni, hogy kell beállítani, de hát ez nem fogok vele vacakolni, mert az elektromos gyújtás lesz benne, és akkor az eredeti elosztót meg elviszem felújítatni. Úgyhogy ennyi. Szóval le van írva a könyvbe, hogy mi a gyújtási sorrend, és hogy vannak megszámozva, úgyhogy ebből lemásoltam, csináltam egy kis rajzot magamnak, ott van fönt a telefonszám, 1548-6372, és akkor látszanak, hogy ott van ez a rajz, ez a kis X, ez a ventilátor, hogy lássam, hol van az eleje a motornak, és akkor ott a bal oldalon van 1234, a jobb oldalon meg 5678, és akkor így össze tudom állítani a kábeleket, amik jönnek az elosztóról. Na szóval ottan rátettem a kulcsot oda a végére, és azzal fogom most mozdítani az egészet, és ilyenkor érdemes megnézni, hogy merre felé megy ez a rotor, hogy a gyújtási sorrend, amikor felrakjuk, akkor értelmes legyen. Most már majdnem ott vagyunk, hogy azt látszik, hogy levettem róla egyet, ez az, amelyik hiányzik, az az egyes ott. Levettem róla egyet, hogy lássam, hogy az az egyes, és most azt szeretném, hogyha szépen rámegy a helyére, akkor az egyes sem mutasson, hogy még kell menni idáig, és akkor pont ott lesz. Addigra meg kell jöjjön a jel is itten ezen a lentkeréken, nem lentkerék, ez a égszítárcsa tartón. Mert le kell egy kicsit csiszolnom a felületet, hogy meglássam, hol van a felső holdpont jel, de most azon van. És akkor itt levettem ezt a tartót róla. Most az egész igazából így mozog. De az egyes henger pont oda mutat, ahol van, úgyhogy most nagyon szépen jelen van. Úgyhogy akkor ezt a elosztó fedelet kirakatjuk. És még elfelejtettem azt mondani, hogy én mielőtt ezt az egészet elkezdtem tekergetni, kivettem a gyertyákat, hogy könnyebben lehessen a motort mozgatni. Sajnos elfelejtettem, amikor raktam bele a gyertyákat, de nem túl régen, mert nem rostások. Úgyhogy most itt van ez az elosztó felél. Amikor elkezdjük kihúzni, ez a fogaskerék el fogja tolni ezt a rotort. Láttátok, hogy egy eltolja a rotort, úgyhogy majd amikor az újat berakjuk, azt bele kell számolni. És aztán kijött, úgyhogy ott van a bele. És ezt hozzámérjük a másikhoz, hogy megnézzük, hogy ugyanúgy nézze ki. Ne érjen meglepetés, mindig az aftermarketban mindig van valami, ami
meglepetést okozhat. De úgy néz ki, hogy nagyon szépen pont olyan a kettő. Úgyhogy most ezt a másikat mindjárt visszarakjuk. Ezen látszik, hogy ez az újfajta rotor, újfajta ilyen, nem tudom, nagyon jó rotor. És ott látszik, hogy elmegy ez a propeller ott a kék alkatrész előtt, és amikor ez elmegy előtte, akkor csinál egy jelet, hogy gyújtson. És akkor ugye ott sajnos új kábelek vannak, azt majd el kell dugnom. És mondja azt is a leírás, hogy nem szabad, ahogy már elmondtam, hogy itt írja, hogy 12 voltos kolyó kell hozzá, nem pedig a régi, a trafó, és hogy nem szabad balasztó rezisztort tenni rá, vagy pedig a rezisztor wire-t, nekem ez volt rajta, hogy ezt ki kell cserélnem olyanra. Itt van egy sematikus ábra, a trafó nem úgy néz ki, mint ahogy, hát ez jött vele, tehát ez egy új trafó, ez ehhez való, nem ilyen csúnya, de olyasmi lesz, mintha az eredeti lenne. Ezt nem tudom, majd úgyis, hogy megszakító alatt lakik, bocsánat, légszűrő alatt lakik, úgyhogy reméljük nem fog látszani. És erre nem is gondoltam még, hogy lehet, hogy a légszűrő nem megy fel rá, de hát majd meglátjuk. Úgyhogy itt látszik, hogy a 12 volt jön belőle, és akkor tök egyszerű a bekötés. Na, itt belefutottam egy érdekességbe. Ez egy ebbe való, ebbe csinált ilyen elosztó, de csak úgy fér bele, hogyha kivágok ebből a részből. De hát annyira nem vagyok motiválva, hogy ezt megcsináljam, úgyhogy az gáz. Úgyhogy most valamit ki kell találni erre, valami más dolgot. Úgyhogy azt mondták, visszaveszik, de hát mindig ez van ilyen utólagos gyártó dolga, hogy vagy jó, vagy nem. Úgyhogy itt van mellette megint ez a másik. Pedig nagyon úgy néz ki. Hát sajnos ez egy kicsit, mint hogyha hosszabb lenne. Igen, ez a baj vele. Hát ez van. Komoly mostan más megoldást találunk. Ennek az a baja, hogy ez így mozog. Látszik, hogy ennyit mozog. Úgyhogy ezt ki kéne, ezt el kéne minden felújítatni. Lehet, hogy ez lesz most. A garázsban való árnyékra vetődés után itt bejöttem, és aztán elővettem ezt a bibliát, itt akik a öreg autót gyűjtik itt errefelé, az mindnek ez jár havonta, és akkor ebben vannak hirdetések, és találtam egy hirdetést benne, hogy oda van írva, ugye, hogy distributors, hogy felújítják, meg megcsinálják, úgyhogy az lesz, hogy most én ezt elküldöm gyorsan, ezt az eredeti elosztót, és aztán teszek bele egy elektromos gyújtás egységet, és aztán eredetinek, kinézőnek megmarad, közben pedig azt, amit vettem, ezt a szép új kínai darabot, ezt pedig visszaküldöm, aztán visszaadják a 175 dollárt. Úgyhogy itt meg is állt a sztori, amíg nem jön meg a szervópumpa a kormányműhöz, és vissza nem jön ez az elosztó, úgyhogy majd fölhívom őket, megkérem a címet, azt elküldöm nekik, úgyhogy ez volt a Ford Fairlane második része, megfelelő árnyékra vetődéssel egybekötve. Mivel a Csipke Rózsika visszamegy a Csipke Rózsika álmába, amíg ezt a elosztót felújítják, úgyhogy visszaraktam rá a légszűrőt, meg ahova az elosztó megy, ugye oda bedugóztam egy kicsit, nehogy valami belemásszon valami. Úgyhogy az meg ottan szépen eláll. Ez nagyon veszélyes itt hagyni egy kulcsot, úgyhogy kulcsot le is veszem róla, mert ilyenből több baj is történt, mert valaki ráindítózott, és akkor a kulcs elkezdte szétvert mindent. Szerencsére én még ilyet nem csináltam, de hallottam róla, úgyhogy inkább levettem. Úgyhogy itt fog aludni a Csipke Rózsika, és aztán várja, hogy az elosztót felújítsák, úgyhogy aztán a régi elosztó az itt van benne, már fogom becsomagolni, azt elküldöm. Ezt a nagyon szép eredeti kínait meg visszaküldöm, hogy visszaadják a kicsi lóvét vele. Úgyhogy majd kicsit dolgozzatok a Mercin inkább, és aztán úgyis kell mennem vissza dolgozni, mert jön a karácsony, aztán sok ember akar repkedni mindenfelé, úgyhogy mire visszajövök januárba, addigra majd visszajön az elosztó is, és aztán akkor befejezem a gyújtás elosztó kérdést ezen a kocsin. Na hát akkor itt van ez a nagyszerű elosztó, ezt most itt belerakjuk,
oda a lukba, ugye ott a fogaskerék el fogja tolni egy kicsit, ahogy belemegy, fogaskerék el fogja tolni ezt a rotort, és az a kérdés, hogy hova fogja eltolni, úgy kell eltolni, hogy az egyes hengerhez mutasson. Ez most szépen belement, az elosztó fedélen van, ott van az egyes, ugye lent itt jára van rakva, ugye már ott azt, hogy szétszettem, ugye úgy, hogy jelen van, ugye ott a legalul látszik, hogy ott jelen van, és akkor itt van az egyes számot látszik az elosztón, ugye ez az egyes, és akkor azt kell megnézni, hogy amikor ezt az ember rátesz, ott van egy kivágás rajta, az a kivágás rámegy arra a csavarra, és megnézi, hogy ott az egyes, ugye, és akkor az egyesre mutasson nagyjából. És azt el lehet fordítani, hogy nagyjából az egyesre mutasson. És most ha ezt itt az ember rárakja, akkor ugye arra félne, hogy álljon, és ez nagyjából arra is áll. És akkor ugye ezt itt majd lehet forgatni, hogy be lehessen állítani, úgyhogy most ezt itten bele kell tennem még ezt a vákuumos előgyújtás szabályozónak ezt a csövét, hogy majd ide be lehessen kötni, ezzel kell majd összekötni. És most ugye ezt lehet mozgatni egy kicsit, úgyhogy most ráteszem ezt a lefogót, még kicsit lepucoljuk ezt a lefogót, mindjárt ráteszem, és akkor majd meghúzom úgy, hogy ne legyen túlhúzva, csak lehessen mozgatni, de mégse essen ki. És akkor reméljük, hogy jó lesz. Most rendeltem új gyújtáskábelt, ugye ott a régi, és így már rakok bele új gyertyát, és új gyújtáskábelt, meg rendeltem egy trafót is. Úgyhogy majd mostan holnap reggel megyek a naphába, és majd hozom a kábelt, meg a gyertyákat, és aztán elkezdem összerakni. Szóval itten bejöttem a gyújtáskapcsolóhoz. A gyújtáskapcsolónak a tetejét ugye leszettem, ezt le kell csak tekerni. És aztán sajnos a kéziféket ki kellett vennem egy kicsit, hogy a gyújtáskapcsolót ki tudjam húzni. Itt van a vége ennek a kábelnek, ugye, ami kintről jön. Ez így volt, hogy ez így volt bedugva. Nem mindegyik Ferlénben van ilyen, ez a későbbi 65-ös pick-upomhoz van, ami ott piroslik. De mivel kellett, ezért beletettem, mert az eredeti kábelje sajnos egy kicsit megsérült, úgyhogy ezt átvezettem, úgyhogy ezt itt mostan ki kell cserélnem egy sima kábel, hogy ne legyen a rezisztor benne, vagy ellenállás benne. Úgyhogy itt van, ez ment a trafóra. Úgyhogy ez itt szépen bement, hogy ezt most itten kihúzzuk. Úgyhogy ezt most föltekerhetem, visszarakatom az eredeti dobozába, és akkor belemegy oda a másik pick-uphoz, majd egyenlőre ráteszem az ülésére, hogy meglegyen, úgyhogy mert ennek majd kell. Úgyhogy közben meg egy piros kábelt itten fogok csinálni, és ez a piros kábel majd bemegy, és ez elhozza a rezisztor, vagy ellenállás nélkül elhozza a 12 voltot az új trafónak. Úgyhogy közben még van más pa is, mert az elosztó nem megy bele, úgy tűnik nekem, hogy ez itt az alsó része, ez túl hosszú, mert itt nem ül föl. És amikor beledugom, akkor így kilóg egy kicsit, úgyhogy hiába örültem itt neki. Itt valami turpisság van, és szépen belemegy, és aztán, na hát most beleült. Na hát, milyen jó. Akkor never mind, nem kell semmit sem, szépen belement. És az a kérdés, hogy az egyesre mutat-e, mikor rárakom. Ez most sikerült először így. Úgyhogy aztán, hát csak ugye ott van az egyes, és akkor megnézzük, hogy ez hol fog állni. Pont ugye ottan pont az egyesre kell, hogy álljon, és az egyesre áll. Hát nagyon jó. Hát akkor ez itt nagyon szépen belement. Akkor nem, nincs semmi gond. Úgyhogy aztán van egy kis kábelem, még ezt kell összekötni ugye ezzel, úgyhogy igazából egy régen egy részcső volt, de hát mivel részcsőt nem nagyon találtam a kis bogyóval, ezért mostan helyettesítem egy fékcsővel, és összekötöm egy gumivákumcsővel, úgyhogy hogy lehessen ezt itten álligatni, ugye, amikor gyújtást állítunk rajta. Úgyhogy most összekötöm a piros végét ezzel a pirossal, ami rámegy a gyújtás pluszra a kapcsolóba, a gyújtás kapcsolóba. Közben a napában hoztam ugye egy új ilyen hiper, szuper, nem tudom mire jó, nagyobb erejű trafót, meg egy új gyújtás kábel készletet, úgyhogy aztán a régi sajnos egy kicsit megették már, valami patkány bement, megette, meg aztán elolvadt egy kicsit, hogy ennek itt vége van. Úgyhogy majd azt is mindjárt beszerelem. Úgyhogy először ezt a kábelt itten be fogom nyújtatni a
gyújtáskapcsolóhoz, és akkor rákötöm, és aztán utána visszarakom a gyújtáskapcsolót, ami nem egészen könnyű, de már annyiszor szétszettem, hogy már nem lesz gond, de ez a gyújtáskapcsoló is új benne. Úgyhogy ezekkel foglalkozok éppen. Na látjuk, akkor be van kötve minden. Ugye itt jön a pozitív, ez a pozitív az elosztótól, a negatív, ugye, hogy mikor adja a szikrát, az is onnan jön. És aztán csak egy kábel kebelen, nincsen benne gyertya, könnyen lehet majd forgatni. Ugye ennek a stroboszkópnak ugye van egy ilyen helye, és akkor egy ilyen prangja, rá van írva, hogy merre felé van a plug, azaz a gyertya. Úgyhogy ezt úgy kell rátenni, hogy erre legyen, és lehetőleg lógjon a levegőbe. Ez majd adja a szikrát, és amikor ezt itt megnyomom, akkor majd lehet látni, hogy majd ott csinálja a szikrát nekem, majd mikor megy a motor. Úgyhogy akkor lenézek, és akkor nézem, hogy hol áll. Nagyon fontos ezt így beállítani, hogy ez ugye ne gyertya nélkül, szikra nélkül menjen. Pontosabban, hogy gyertya nélkül, szikra nélkül menjen, hogy nehogy véletlen visszarúgjon. Mert ha visszarúgdos, akkor a csapágya tönkre mehet egy új motornak, mondjuk ez már régi motor, mert használva van rendesen, de az új motoroknak tönkre mehet a hajtókar csapágyuk, ha így visszarúg a gyújtás, úgyhogy így szépen be kell állítani a gyertya nélkül, és akkor egész alacsonyan ilyen, mit tudom én, 6-700 fordulatszámon forog ugye az önindítótól gyertya nélkül, és akkor be van állítva szépen, akkor lehet a gyertyákat és a gyertya kábeleket belerakni, és akkor biztos, hogy nem fog visszarúgni, amikor jó lesz. Úgyhogy God bless Texas! Ezt itt nagyon nehéz megmutatni, úgyhogy ezt most nem tudom levideózni, de itt mindig villogtat egyet pontot előtte, és azt nekem meg ott álligatnom kell, hogy pontot legyen, ahol kell. Kis előgyújtást fogok neki adni. Hát itt van ez a szép új gyertya, Autolite. És aztán mielőtt belerakom a gyertyát, ezelőtt szoktam rátenni ebből a kis szerből egy kicsit, hogy nehogy befagyjon ott a gyertya. Nem túl sokat, és aztán fogjuk, aztán becsavarjuk. Nagyon kell vigyázni, nehogy véletlenül is rosszul menjen bele a gyártya, mert akkor baj van. Ennek a Ford felének úgy el van dugva ott alul, hogy alig lehet látni benne a lukat. De ugye mindig a kipufogó alatt meg lehet találni, és aztán kézzel kell, hogy bemenjen ugye a gyártya, mert hogyha nem megy bele kézzel, akkor baj van, és félre tudjuk kapatni, és ha szépen belekapott kézzel, akkor utána meghúzhatjuk a kulccsal is. Ugye most itt puskázunk, ugye a gyújtási során 1-5-4-8-6-3-7-2, és akkor itt van, hogy a propeller ugye hol áll, az ugye az elő van az a propeller, azt oda rajzoltam, úgyhogy itt mutatja, hogy vannak a hengerek megszámozva ezen az autón. És akkor úgy is, hogy merre felé forog a rotor. Tehát ott belül merre felé forog az a rotor. Úgyhogy az erre felé forog, úgyhogy az egyes az oda van írva, azt első lehet élvezni, úgyhogy a következő az egyes után az ötös lesz, úgyhogy az ide jön. Utána ide jön a négyes, a nyolcas, és így tovább. Úgyhogy aztán most akkor ki kell választani, melyik a legjobb kábel ehhez, ha hosszat véve, és aztán föl kell őket tologatni, ugye a gyertyák már le vannak húzva. Így ez a következő feladat. Na, bele van téve az összes gyertyakábel. Beletettem ilyen modern választókat, hogy ott tartsák. Az a baj ezzel, hogy ott alul van a gyertya, itt meg ez a rohadt meleg kipufogó csonk, úgyhogy el kell, hogy menjenek tőle. Itt majd ezt itt még hozzákötöm. Tudom, hogy nem eredeti, tudom, hogy nem szép, de hasznos. Mert különben elégnek ezek a nyavajások. Itt is ide raktam alá a főfék henger mellé, hogy eltartsa a kipufogótól. Úgyhogy még itt összefogom őket kötni egy bandázsal, és közben észrevettem, hogy a főfék henger nem kivirágzott, pedig nagyjából másfél éve raktam rá. Úgyhogy már mostan olajcsere lesz. A másik gond, mármint fék olajcsere, a másik gond, hogy
ez a nyavajás szűrő elkezdett folyni. Ott látszik, hogy ott a benzin ott áll, úgyhogy fel kellett hívnom itt az autó a parts store-t, a napát, és aztán hoznak nekem egy újat. $50 kerül egy ilyen, úgyhogy kértem, hogy az üveget is hozzák. Ott látszik éppen csöppent egyet, úgyhogy mostan az indításnak annyi. Úgyhogy most elmegyek melózni, azt majd, ha visszajöttem, akkor addigra megjön ez a szűrő, és ki tudom cserélni, és akkor folyt köv. Hát ezt kicseréltem, ezt a szűrőt. Ez igazából egy Carter, amit úgy tudom, hogy a GM autókra szoktak felrakni. Ez azért hűtek Carternek, mert carburetor parts, de mindegy. És aztán ott látszik, hogy ott a bemenet, kimenet, de sajnos folyt, mert ez az üveg el van repedve valahol ott fönt egész a tetejébe. Úgyhogy elmentem a napába, és érdekes módon ott árulnak ilyen filtert. Nem pont ugyanúgy néz ki, de majdnem pont olyan, hogy beraktam a fittingeket, és aztán ott van. Úgyhogy van hozzá tartalék üvegem. Ha valakit érdekel, meg lehet rendelni a napától. Így néz ki. Azt hiszem, hogy ez valami traktorhoz való. Úgyhogy ezt minden össze van rakva most már. Benne vannak a gyertyák, benne van az új a kábel, köteg. Úgyhogy nézzük meg, mi történik itten. Benyúlunk az ablakon. Na tessék. Most megy a Ferlén. Újra. Úgyhogy akkor kicsit nyakon öntöttem benzinnel, hogy legyen benne. Szépen föl is szívtam most már. Úgyhogy szépen működik a motorja. Megnézzük, hogy veszi a fordulatot. Kicsit hideg. Sokkal jobb, mint amilyen volt régen. Nagyon szépen jár. Úgyhogy ez az elosztó, ez nagyon-nagyon sokat számított. Ugye még be kell kötnöm, ugye most egy kell gyújtást állítani, hogy ez le van véve a vákum róla. Úgyhogy le van dugózva. És még azt is föl kell raknunk rá mindjárt, úgyhogy megállítjuk, felrakjuk a vákumot rá. És aztán megnézzük. Sajnos itt folyik a alatta, hogy megijesztett, hogy itt nagyon nagy hidegek voltak. És azt hittem, hogy valami elrepett. Pedig én mindig 50-50%-os desztillált vizet és fagyállót rakok bele. De most előbb megvizsgáltam, és ott a cső mellett folyik, úgyhogy a csőnek utána kell húznom egy kicsit annak a cső abba bilincsnek, és akkor jó lesz, mert onnan szivárog egy kicsit, úgyhogy most már kicsit megvettem, de most már jó. Úgyhogy, hát ez volt a gyújtás csere ezen a Ferlénen, nem volt könnyű. De legalább kész van. A következőre pedig fogom kiszedni a kormányművet, még most várok a pumpára, ami ide majd jön, akkor azt át kell terveznem valószínű, meg kell vennem hozzá ilyen, találnom olyan XC tárcsát, ami majd a power steering, hogy mondják, a power steering pumpát el fogja tudni vinni, a servo pumpát el fogja tudni vinni, mert itt ugye csak egy darab XC van, de oda kettő kell, úgyhogy majd ez következik a Ford Ferlénnel. Úgyhogy köszönöm a figyelmet!